Sziasztok! Örülök, hogy követitek a lakóautós utazásainkat. Az előző részben láthattátok, hogy a kis szúnyogok elől a lakóautóba zárkoztunk be Zolival. A mai részben azt is láthatjátok, hogy milyen ezeknek a kis szúnyogoknak a csípései. Sajnos engem nagyon szerettek, úgyhogy rengeteg csípés volt a testemen. A mai részből azt is megtudhatjátok, hogy miért került 40 fontba egy joghurt. Na de a leglényegesebb, hogy azt is láthatjátok, hogy az éjszaka folyamán milyen helyszínre érkeztünk, és reggel milyen csoda várt ránk, milyen gyönyörű kilátás. Az estét Apple Crossban a Skót felföldön töltöttük. Ott egy őz. 2, 3, 4, 5, 6. Nem ülök arra. De ment, pont bekapcsoltam, tök véletlen. Jó reggelt. Éjszaka. Ezen az úton érkeztünk, ez Apple Cross Pass. Ott van Annácska és Zoli. Zoli még talán már felkelt és most öltözik. Tök sötétbe jöttünk. Éjszaka, talán ha mennyit, vagy nyest, vagy nem tudom, amit hallottunk. Nem láttunk semmit, tudtunk, hogy egy kilátóhelyhez érkezünk. Nem tudtuk, hova érkezünk. Most felkeltem, följöttem reggel erre a kis domtatőre, és ez az, ez a lakóautózás legnagyobb öröme, hogy reggel erre kelsz fel. Közelebb hoztam. Nézzétek. Ez van egy gyönyörű. Ott a tenger előtt, a hegyek előtt, hegyvonulat előtt. És a hegy felhőben van. Úgy volt, hogy hajnalban megpróbálok fölkelni, de hajnal 1:30-kor feküdtem le. Rendeztem a fotókat, videókat, mert eddig csak én videóztam egy telefonnal. Aztán Zoli az ő telefonjával, aztán bejött a GoPro, a drón, a fényképezőgépe, úgyhogy ezeket mind rendezni kellett. Visszaállítom nagyra. Gondolom úgy is lesz róla 8 millió kép, ahogy magunkat ismerem. Na, megpróbálom kirángatni Zolit az ágyból. Haladnunk kell. Lassan-lassan már ezt a kört letúrjuk, aztán megyünk a Sky szigetre. Úti napló. Zoli csinálja a kávécskámat. Munkamegosztás, én meg mosom az ablakot. Mert már nagyon-nagyon poros, meg bogaras. És pakoljuk össze a lakóautót. Mert akkor mindig szétpakolunk reggel, mert nem férünk el teljes mértékben. Két nagy ember. De megoldjuk. Fölkelt Zoli, azt mondta ott a saját fürdőkádja, jacuzzia. Itt vagyunk még mindig, és megmutattam, hogy hol vagyunk. Nem akartam direkt kimondani, mert nem tudom, hogy hogy kell kimondani. Ez egy nagyon látványos viewpont, 2053 feet, ami körülbelül 626 méter magas. Ahol most vagyunk? Ahol most vagyunk, tengerszint felett. És mi van arra? Ott vannak a... Hát szerintem ez a nevük. Igen, a hegyeknek. Aha. Nekem nagyon tetszik, de nem fogunk itt túrázgatni. Tehát elmehetnénk kilométereket megint. Ó, 100 kilométereket. Úgyhogy megyünk tovább. Érdekes, hogy balra is ilyen kicsit laposabb hegyek vannak, jobbra sem nagyon látok, csak ott pontosan előttünk vannak ilyen nagyon hirtelen durva hegyek. Hátunk mögött is ilyen lap. Amúgy hátunk mögött biztos, hogy ugye emögött is, hogy csodás kilátás lehetne, de hogy ezt most így nem tudjuk meg, maximum hazoli felküldeni a drónt. De még nem tudom. Jönnek elő megint ezek a pici szúnyogok, 8 óra van, kicsit már melegszik az idő, és már tele volt a szúnyoggal a fülke. Élvezetek egy másodpercig a látványt, aztán folytköv. A kis szúnyogok ilyen csípéseket okoznak, de most befújtuk magunkat egy sprével, és úgy tűnik, hogy hatásos, mert nem ment oda Zolira, pedig előbb kiszállt, tele volt szúnyoggal. És a másik, hogy a napos helyeket nem annyira szeretik, mint az árnyékosokat. Ami még pluszban érdekes, hogy azért így ki annyira a háttér, mert a felhő
mosszál föl, vagy ez a köd, mosszál föl a völgyből. Először azt hittem még valami, de amúgy csak a köd száll föl. Úgyhogy most arra fogunk menni. Induljunk is el, és akkor majd kitaláljuk utána, hogy merre megyünk. Most megyünk át ezen az úgynevezett April Cross Passon. Erre azt mondják, hogy ilyen nagyon-nagyon kacskaringós, ilyen hegyi szerpentén, nagyon veszélyes, mert magasan vagyunk, nagy szakadékok vannak, és csak egy egysávos, vékony út van. Meglátjuk. Főleg ilyen nagyobb kocsiknak veszélyes, ugye? Igen. Meg hát sötétben ne gyertek ezen. Igen, és nem is javasolják egyébként, hogy gyakorlatlan vezetők nagy lakóautókkal járnak ezen a April Cross hágón, mert veszélyes. És legközelebb annyi, hogy a szúnyogokkal kapcsolatban megfordítva állunk, és akkor arra a napfény fele nyílik az ajtó, és akkor jó lesz. Nem is lehet látni őket, annyira pici, nem olyan, mint a nagy otthoni szúnyog. Csak nem is látszik. Nem is látszik a tenyeremen. Tehát ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon picikék. Ah, megvan. Tehát nagyon picikék. Tehát a rendes, normál szúnyogháló nem hat ellenük. Azt nem mondtam el, hogy amúgy nagyon viszket a szúnyogcsípés, és nagyon nagy sebeket ejt legalábbis rajtam, és ezt használjuk ellene, és most úgy tűnik, hogy ez hat. De már nyakamat is be kellett fújnom vele. Csak ha valaki ide készül, akkor ezt hozza magával. Ezt így főleg így a nyugati oldalon tapasztaltuk ezeket a bogarakat. És akkor megyünk, megnézzük azt a felhőt. Már belefutunk hobbitokba. Bicikli válasz. Kemény. Na, eljöttünk volna 500 méterre, itt a fürdőkádam. Meg fog fürdőni biztos egy ilyen. Iszakos lápos. Ez, hát az mondjuk igen. De amit láttunk ott kicsit lejjebb, az teljesen tiszta volt. Azt a mindenit, úristen, de szép. Aha, akkor ezért mondják, hogy itt nem nagyon kéne nagyobb autókkal járkálni. Nem baj, megy a videó. Hát ez eszméletlenül szép, ahogy a felhő, pár, a köd, éppen a szál fel. Picit előbb jövünk, akkor belemegyünk a felhőbe. Elfelejtettem mondani, hogy nagyon friss a levegő, és visszhangzunk. Egy gyors felvétel még, és folytatjuk az utat. Most hozzátok szólok. Igen, hozzátok. Ti, akik nézitek a videót. Ha érdekel teljes egészében ez a kacskaringós út, akkor hamarosan megnézhetitek a csatornán, hiszen ezt a több mint 10 perces úti videót vágatlanul fel fogom tölteni nektek a csatornára. Azt a mindenit, az tényleg az olyan út, hogy hány fog? Lejtő. Meredek. 200? Eljöttünk egy nagyon szép helyre, és az árulás legmélyebb bugyrait vettük észre. És pár mellett áll egy deszkós. Ennyit a gyönyörű látképről. Amúgy nem tudom, lassan elérünk a szigethez. Ott csak egy út vezet oda, át. Egy hídon megyünk át, vagy? Igen. Egy hídon megyünk majd át. Csak most megálltunk. Konkrétan egy nyilvános WC-t kerestünk. És ezt találtuk. Márhogy nem. Nem, találtunk egy nyilvános WC-t, csak ezen a széthelyen. Igen. Mielőtt félreértitek. Még mindig itt vagyunk a kisvárosban. Ahol a nyilvános WC-t kerestük, és azt a festői környezetet találtuk, és bementünk a Spárba. Joghurtot szerettem volna venni.
És itt a dél-skóciai kapucnis lopja Millert. Kaptuk Millert. Nem tudom, az angolok miért nem árulják, de Angliában sehol nem nagyon találtam még Millert. Skóciában itt van. Ez a kedvenc öröm egyébként. Vettünk joghurtot amúgy. Meg egy... Epres, lájmos vodkát. Tehát a joghurt elég drága volt, mert egy ilyen 40 fontra jött ki. Nem egyszerre áll szándékunkban, csak tényleg nem lesz tovább kapni, és ha már itt meg a Skóciában van Miller, itt sem mindenhol, de... Itt is nagyon vadászni kell. De azért jobban találunk, meg megvettem a nyerő skót lottót. Ma húzzák, úgyhogy nagyon remélem, hogy nyerni fogok. 4 level lóherét már találtam, úgyhogy... Aha. Van, de van sörnyító. Zoli felhúzott gatyóval élvezi a napsütést. Én meg eszek egy ilyen kis joghurtot. Én is ihatnék, de most így nem kívánom. Meg egy 38%-os vodkából egy felest így behúznék, így ahogy süt a nap, hát nem nagyon emlékeznék a szigetre, hogy mi történt ott. A mai részben megtudtattuk, milyen szép helyekre juthattok el, akár lakóautóval, a skót felföldön. A következő részben végre láthattok skót teheneket. Ez nem jó az esőnek, vagyis hát az eső nem jó a szemüvegeseknek. Beleszek milliómos főtpótra, amelyek is mini ablak törülnek. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to...